És maradunk Geert Wildersnél, egészen pontosan Gábor Gingishez kapcsolunk Hollandiába, aki korábbi keresztény szociális politikus. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Történelmi, ugye ezt, ahogy hallottuk is, ezt a szót mondták a legtöbbször. Geert Wilders sokkolta Európát ezzel a választási győzelemmel. Ki ő is, mi vezetett a sikeréhez? Hát ez tulajdonképpen egy gátszakadás Hollandiában, ami most történt, ez idáig soha nem volt. Geert Wilders nagyon ügyesen meglovagolta azt a témát, ami most a holland társadalomban a legfontosabb téma, az a migrációnak a megfékezése. Tulajdonképpen 3-4 másik párt is kezdte ezt a témát meglovagolni, de mivel az az ő témája már 17 éve, most ez nagyon befutott. Erről, tulajdonképpen erről van szó. És hát óriási az elégedetlenség a kormánnyal szemben, nagy baklövések voltak, óriási csalódások a kormányba, hogy az is hozzájárult. És hát óriásit bukott a négy kormánypárt, tulajdonképpen 78 mandátumból 37-et vesztettek, és két nagy párt alakult ki, a Wilders pártja az fölment, szépen 20 szavazattal többet fog kapni a parlamentbe, valamint a Peter Omzsiknak a pártja, az az új társadalmi szerződés párt, ami a nulláról indult 3 hónappal ezelőtt, szintén 20 mandátumot kapott, és hát nagyon érdekes lesz majd, hogy alakul a helyzet tovább. Mennyire van esélye Wildersnek arra, hogy a programjának legalább egy részét végrehajtsa? Ugye nagyon erős dolgokat mondott a korábbi években, hogy a Koránt betiltaná, az iszlám iskolákat betiltaná, kötelezni az integrációra a bevándorlókat. Következetesen, ön szerint komoly a szándék, hogy következetesen végigvigye ezeket? Az a három téma, amit a szerkesztő úr megemlített, az ki van zárva, hogy azokat ő most át tudná vinni. És az utóbbi napokban ő úgy nyilatkozott, több alkalommal is, hogy ezeket a témákat ő most lefagyasztja és jégszekrénybe teszi, és neki nem ez a célja az elkövetkező 4 évben. Sokkal nagyobb problémák vannak társadalmilag, azokat kell megoldani, bevándorlás témát kell megoldani. Úgyhogy ilyen szempontból ő visszakozott, és a programjából ezeket a dolgokat, amire valóban nem hajlandó más párt vele együttműködni, pillanatnyilag visszavonta. Ha ezt meg tudja magyarázni a 3-4 pártnak, koalíciót kell kötnie, és el tudja fogadtatni, hogy ezt komolyan gondolja, nem csak úgy tessék-lássák módra, akkor el tudom képzelni, hogy kormányt tudunk alakítani. De nem hinném, hogy ő lenne a miniszterelnök, az egy másik téma. Még egy nagyon erős ajánlatot tett ő a holland szavazópolgároknak, az azt, hogy belebegtette azt, hogy esetleg megszavaztatná a hollandokat arról, hogy kilépjenek az Európai Unióból. Ezt mennyire kell komolyan venni? Igen. Ez, hát ő mondjuk ezt megpróbálhatja, de azok a politikai pártok, amelyekkel ő szövetkezni akar, az a három másik párt, mindenki erről a három másik pártról beszél pillanatnyilag, ezt kizárják. Úgyhogy ott egy koalíciós tárgyalásban ennek nincs esélye. Jelen pillanatban milyen a hangulat a holland társadalomban? Optimizmus uralkodik, változást várnak, nyitottak a jövőre? Hát ez az egész választás a változásról szólt. Tulajdonképpen kezdem azzal, hogy az Omzsiknak a pártja, ami legalább olyan nagy ugrás, mint a Wildersnek a pártja, egy egészen új jogállamisági megújulást akar bevezetni, meg akarja alakítani mondjuk az alkotmánybíróságot, amit Hollandiában sajnos nincsen, új választási rendszert akar bevezetni, tehát hogy a képviselők legalább kétharmadát helybe válasszák meg, és ne listáról, és az egész rendszert át akarja szervezni, az közigazgatást át akarja szervezni, és a parlament és a kormány kommunikációját is új alap akarja helyezni. Nála ez a legfontosabb téma. És ez egy olyan fontos téma, hogy ha ez nincs elfogadva az új koalíciós megbeszélésekbe, akkor nem fog belépni a kormányba, és akkor nem lesz ilyen jellegű kormány. Úgyhogy erre is oda kell figyelni, hogy a jogállamiság kialakítása, felújítása az egyik legfontosabb témája lesz majd a következő parlamenti választások utáni mostani megjelenő kormánynak. A hangulat különben jó ilyen szempontból. Engem nagyon meglepett a munkáspárt és a zöld párt, valamint a neoliberális pártnak az egészen elhamarkodott és egészen mondjuk vérig menő, gyűlölködő hozzáállása tegnap a választási estén a kialakult helyzethez.
A demokráciában ugye mindenféle a választó választ, és amit a választott kiválasztott magának, és most megvan a többség. A többségnek ilyen szempontból igazat kell adni, és követni kell, hogy hogyan fogják ők csinálni, megoldani a problémákat. Ugyan azt ön is mondta, vagy ön mondta azt, hogy ez a változásról szólt alapvetően. Nem tudom, mennyit hallott az újságíró kollégáim, amit mondtak, hogy annak tulajdonítják Wildersnek a sikerét, ennek a bizonyos terrortámadásnak, amelyik Brüsszelben történt néhány héttel ezelőtt. A holland, ki lehet azt jelenteni, hogy a hollandoknak elegük van az ellenőrizetlen, a törvénytelen migrációból, hogy Hollandiában úgy érzik, hogy szigorítani kellene? Hollandia megtelt? Hollandiában egészen komolyan ez az elhatározás, és ez nem csak a Wilders pártjában, ez a többi pártokban is most már így van. A klasszikus konzervatív irányba vonuló liberális párt is most ezt mondja, ezért is bukott meg az előző kormány, hogy a migrációt meg kell fékezni. Képzelj csak el, szerkesztő, hogy 230 ezer ember jött be tavaly ebbe az országba, illetve idén ebbe az országba. Ezek nem mint menekültek róla, csak egy kis részük. Tehát munkavállalók, szociális migránsok, stb. Hát ezt meg kell fékezni, és akit említettem, a Peter von Omtzigtot, azt mondja, hogy 50 ezer ezt le kell vinni, le kell csökkenteni, a 240 ezeret. Mit féltenek a hollandok? A biztonságukat féltik, vagy mondjuk a szociális ellátórendszerüket, a hirtelen oda települő munkanélküli ellátásra szoruló, akár muszlim bevándorlóktól? Hát a holland polgárok a kis falukba, városokba látják, hogy mi történik. És az annyira megrázta a holland társadalom önbizalmát, hogy ez ellen lázadt fel gyakorlatilag egy elkeseredett elégedetlenségből, és ezért mondja azt, hogy ez így nem mehet tovább. Ez mindenféle szempontból irgalmatlanul megterheli a holland társadalmat. Nem az oktatásról beszélek, nem a közellátásról, nem az egészségügyről, a munkavállalás szempontjából, mindenféle szempontból. Úgyhogy itt egy nagyon komoly társadalmi konszenzus alakult ki ennek a problémának az orvoslására. És ezt Wilders régóta mondja, és hát ez most bejött neki nagyon szépen. Tudna nekem példát mondani, hogy mi az, ami ennyire mélyen érinti, ami ideget ért a hollandoknál, ami vidéken történik? Nem biztos, hogy mindenki otthon van a holland mindennapokban. Igen. Hát ez a választási kampány során sok előadás, sok televíziós interjúban megjelentek azok az emberek, akik elmondták, hogy mi történik a falujukban, a városukban, milyen kriminalitásról van szó, és mi minden történik ott körülöttük, és hogy nem érzik magukat biztonságban. Ha az ember a biztonságát félti, nem csak a gazdasági biztonságát, hanem más biztonságát is, akkor bizony nagyon elszántan ezzel szembeszáll. És például egy faluban az történik, hogy az emberek nem mennek ki az utcára, mert félnek, mert valami történik velük. Vannak olyan központok, ahol a menekülteket, illetve a menekült keresőket befogadják, és ahol ők már nem tudnak bemenni az épületekbe, hanem kint a földön alosznak. Hát ez annyira megrázza a holland társadalmat, hogy erre így válaszol. És ez teljesen érthető. Mondom, ez már konszenzus kérdése, tehát itt megállapodás. Gyakorlatilag mindenki érti, hogy ezt rendbe kell tenni. Gábor Dzsingisznek nagyon szépen köszönöm, és a kormányalakítás kapcsán kérem, hogy térjünk majd vissza erre jövő héten. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre. Holnap kezdődik, mert holnap fogadja a parlament elnöke a különböző listavezetőket, és kezdik megbeszélni, hogy hogyan menjen tovább. Köszönöm szépen.